Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, a Tour de Danuka című sorozatunk következő 12. epizódjába érkeztetek meg, és a mostani versenyünk az pedig ugye a Liège-Bastogne-Liège nevezetű verseny, amely egy igen hegyes útvonal, és eléggé hegyes szakasz. Túl vagyunk az első harmadánál, és van egy kis mezőnyünk elől, és benne van három emberünk, Simolai, Le Bon és Dömár. Dömára nagyon oda kell figyelni, mert az energiáját nagyon durván használják a mezőnyben, és az a baj, hogy az összes, illetve a mezőnyben lévő emberkék is inkább azt mondják, hogy mi vezessünk, tehát a franciék vezessenek. Most mondjuk pont mások vannak elől, kicsit tudunk mi ezáltal pihenni, viszont Dömára nagyon oda kell figyelnünk, mert ez a pihenés ez nem annyira jön vissza úgy, ahogy akarom. Ugye hármójuk közül Dömár az, akinél azt mondanám, hogy van esély megnyerni ezt a szakaszt, ha ez a mezőny maradna bent. Itt pedig a hátmezőny, akik elég nagy különbséggel dolgoznak, illetve vannak. És még egyszer mondom, én azért itt lassacskán el kell gondolkodnunk azon, hogy van-e esély ennek a jelenlévő mezőnynek. Folyamatosan nézni kell az időkülönbséget, mert csökken egyébként. Jó, Dömárnak lassacskán, hát még azért azt mondom, hogy ez még így megoldható. Na ki az, aki így kezdi megadni magát? Kudusz. Na jön a következő hegy. 10-15 km múlva a Mur-Saint-Roch. Nem tűnik olyan vaskosnak, ahogy nézem, Le Bon közben az, aki egy kicsit hátrébb jön. És akkor most mind a három franciénk az most hátul van. Aminek abszolút örülök, azt kell mondanom, mert most agyon dolgoztatták a franciékat. Most nekünk kéne egy kicsikét ellenük. Viszont Dömárnak én azt gondolom, hogy most már kiadhatom azt, hogy mehet vissza a váltásba. Én azt hiszem. Alakul úgy a molekula, ahogy én szeretném. Azt kell mondanom. Mindenki megvan. Na, helikopterezzünk, jó? Ez is jó igazából, ha az autóból figyeljük, de ez nagyon ilyen... Ez hogy... Hogy van ez az autó? Ez valami rothadásnak néz ki, én azt gondolom. Na, és akkor mindjárt kezdjük a hegyet. Aha, ez egy elég erősnek tűnik, ahogy nézem. Igen. Igen, ez elég erősnek tűnik. Úgyhogy itt most Hoppá! Van egy balesetünk. Aja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 j
szerencsére, ahogy én nézem, mind a három emberünk itt bent van. Igen. Tehát óriási szerencsénk van, mind a három emberünk megúszta a balesetet, az esést. Úgyhogy ez így rendben van. Egy kicsit kicsit kisebb lett a mezőnyünk. De szerintem őket mindjárt vissza fognak érkezni. Négyen vannak egyébként. Kuznyecov, Lengen, Kudu és Julienzen. Hát nem tudom, Kuduba van-e még energia, hogy visszaérkezzen. Többiekből belefér.
Sancho esett a mezőnyben, mi nekünk viszont itt vannak elképzeléseink. Hát igen. És esik is az eső ráadásképpen, tehát megjött az eső, és ráadásul elég kemény eső érkezett meg, ami nagyobb eséllyel buktatja az embereket. Viszont a rosszabb hír, hogy most már lecsökkent 5 percre a mezőny, és köztünk a... Hát én nem, bocsánat, nem, hanem 2 perc, meg 4,5, mondjuk így. Az 6,5, hát azért az sem sok már. Azért az sem az a nagyon nyugtató. Ott azt a nagy hegyet, az be kéne kínálni támadásként, ha esetleg addig itt együtt tud maradni a mezőny, az a baj, nem tudom, hogy be lehet-e, együtt lehet-e addig tartani ezt a mezőnyt. Viszont össze kéne tartani a... Lassacskán szerintem kezdhetünk arra építkezni, közben 1 perc a különbség. Szerintem megvárják, amíg... Hoppá! Bukás van a főmezőnyben. És bizony ebben nagyon sokan benne vannak. Igen, itt most zabáljuk a kilométereket, megint azt mondom, hogy ebben legyen ez. Zabáljuk a kilométereket, és ez a bukás egyébként most nekem arra jó. Igen, utol fogják kérni. Kredok megadta magát. Igen, vissza fognak kérni. Igazából ez most nem gond. Én azt mondom, hogy nem gond ez most, hogy utolérnek bennünket. Itt a mezőnyre kell odafigyelni. Itt a mezőnyre kell odafigyelni, hogy lehetőleg ez a 6 perc az ne legyen nulla. Mert ha annyi lesz, akkor nem is gondolnék bele a következő megoldásban. Na, Löbonék megint elő vannak Dömárral együtt. És az a probléma, hogy Dömár még mindig nem pihente nagyon ki magát, tehát őt dolgoztatták itt rendesen. Löbon le is borított. De ahogy kimondom, hogy leborított, mindjárt érkezik is vissza. Dömár abszolút lemegy és vált. És ugye összeért a mezőny, úgyhogy most már alulról tudom figyelni a, az időpontot. Hát ez az 5,5 perc, 6 perc, az nagyjából állandosul. De azért nagyon figyeljünk oda, mert ez lecsökkenhet pillanatokon belül. És ha ilyen közel vannak hozzánk, akkor már azért azt kell mondanom, hogy onnantól kezdve viszont minden reményem inkább a második csoportban lévőkre fog majd menni, akik ugye kevesebbet dolgoztak. Jaj! Csimolány ugye... Löbon egyébként 61-es, ő inkább a sprinterőm, az a helyzet, és ahhoz képest elég jól tartja magát. Na, érkeztünk egy kis városba. Ó, bukás hátul. És szerencsénk van, mert nem a mi, nem vagyunk mi érdekeltek, itt a mezőnynek a hátsó fele az, akik buktak, és ennek köszönhetően lett egy kis távolság ott a mezőny is. És nagyon sokan visszajöttek a mezőnybe. 2 perc különbség. És köztük van valaki egyébként, aki sárga mezzelit jelöl itt a játék. Minden esetre lassacskán azért azt kéne mondanom, hogy itt be kéne indítanunk a rakétákat, mert 5 perc a különbség.
És itt most a pelotont kell nézni. Csökken 5 percre a különbség. Tehát az a köttepont az, az igencsak lehet, hogy támadási felület kell, hogy legyen. Igen, az egy elég csúnya falnak nézott ki, ez a rész. Én azt gondolom, hogy azt ott be kéne támadni. És én azt mondom, hogy most megint legyen az, hogy mindenki menjen inni. Tehát Le Bon és De Mar menjen inni. Pihenjenek. És akkor Csimolánynak mindjárt fognak hozni így ezáltal italt, ha jól sejtem. Megvan. És akkor mindjárt kiderül, hogy Csimoláj is megkapta az italt. Nagyon jó. Tökéletes. Jó van. Ez úgy működött, ahogy akartam. Na és együtt van a három versenyzőnk, úgyhogy itt most megállítom egy picit a játékot, illetve a szimulációt, és összerakom a csapatomat úgy, ahogy akarom. Le Bonra ráteszem, na még egyszer, pont fordítva, tehát Csimolájra Le Bon, és így ez a sorrend, ez nagyon jó lesz nekem. Csimoláj és De Mar fordítson egyet. Azaz, tökéletes, és akkor itt most igazából nekem innentől kezdve van egy defektünk. Ó, Morabito bukott, és Godó is bukott. Úgyhogy ott a vége. Jajajajaj. Na és akkor itt van az a bizonyos rész. És akkor itt nagyon oda kell figyelnünk, mert innentől... Így, ez eléggé meredeknek tűnik ez a hegyecske. Még azt gondolom, hogy nem kell támadni. Ráérünk a következő nagy falnál. Azt gondolom. Sőt, nézd oda, mit adott nekünk az élet. Hoppá, Morabito még egyet bukott. Nézd csak, mit adott nekünk az élet. Hát... Nem tudom. Nem sikerült. Nem sikerült úgy, ahogy akartam. Sanchez feladta magát. Na nézzük, mi történt. Hát az, hogy igazából beindítottuk a versenyt. Le Bont lefárasztottuk. Megpróbáltunk elszökni, de még lehet, hogy korai volt. Igen, mert most jön egy nagyon kemény emelkedő, a Côte de la Ferme Liberté. Itt kellett volna hagynunk. Uff, az nagyon durva lesz, ott már láttam. Most nem tudom, mit csinálják Le Bont. Basszus. Ez nagyon durva emelkedő lesz. Ide kellett volna hagynunk az energiát. Vadok defektje. Mi lenne, hogyha leválasztanánk Le Bont? Ojjaj, Morabito még egyet bukott. Szerintem itt van a... Csimolájnak előrébb kéne mennie, haver. Előrébb kéne menned, haver. Jajaj, szakad a mezőny! Támadj, Csimoláj, támadj, vissza, 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 vissza. Jó, tökéletes ez így nekem. Visszaérkeztünk. Jó, túl vagyunk a nagyon meredeken, túl vagyunk a nagyon meredeken, és igazából fáradtság mindkettejükbe van. Csimoláj, De Mar, hú, nagyon fáradt De Mar. Kezd már nagyon lefáradni De Mar. Szedjük le őt a vonatról, mert ezzel csak fárasztjuk őt. Kéne próbálni kicsit visszaszedni az energiáját, mert különben akkor más valakire kell rábíznom ezt. 3 perc a mezőny és a
csoport közötti távolság nem annyira néz ki valami jól ez a dolog. Ajaj, dömár, baj van! Baj van, dömár! Vissza kell menned. Kezd el fáradni, dömár. Abszolút látszik, kezd el fáradni. Kezd el fáradni, dömár. Úgyhogy innentől kezdve Csimolaj, azt gondolom lassacskán az, akire rá kell bíznom magamat. Mindjárt kezdődik egy újabb fal, ez lesz egy nagyon kemény fal, de nem lesz, hát hosszú, viszont átlagban 5,8%-os, nem annyira nagyon meredek. Ott jön a mezőny, a szélén már lehetett látni a képnek, be kéne indítani a rakétákat, úgyhogy Le Bonnal csatlakozzon rá Csimolaj, és Le Bonnal megpróbálunk még egy támadást előrébb helyezni magunkat. És ehhez képest, de már... Várjál, ez nem biztos, hogy jó. Ettek. Vissza az elejére. Jó, és akkor innentől megint az, hogy váltás, ha sikerül. Nem, visszacsúsznak. Visszacsúsznak a második felére. Ajaj, kezd lenni a defekt, és most már 2 percen belül vannak a mezőnyből, úgyhogy itt már be kéne indítanunk a rakétákat, kezd itt baj lenni. Csak az a baj, de már elfogyott, már látom, hogy de már elfogyott, és bizony. Nem az a... Igen, de már elfogyott, úgyhogy innentől kezdve de már a... Nem tudok figyelni, úgyhogy Le Bon és Csimolaj lesz azok, akik támadnak. Az gyönyörű hely volt! Gyönyörű! Ha-ha-ha-ha! Gyönyörű volt! Gyönyörű támadás volt! De nem elég. Gyönyörű volt pedig. És akkor én azt mondom, hogy mindjárt leválasztom. Megint ennyi. Megnézzük, hogy hol tartunk ezzel. Hát beindítottuk a meccset. És jön egy újabb hegy, egy kisebb hegy, viszont az a baj, még mindig közel. Ezt a 2 percet sikerült tartani. Az a jó hír, hogy ezt a 2 percet sikerült tartani. Csak most nagyon vagyok kibékülve azzal, hogy hátul vannak az emberkéim. Hát ugye elfogytak. Megint túl hamar támadtuk, pedig most már nincs olyan veszélyes hegy. Igen, nem tud támadni. De bon. Jó, válasszuk le Csimolajt, és próbáljuk meg azt, hogy ő még tudjon támadni. Igen, Dömáról már elfeledkezhetünk, ő be is ért a mezőnybe. És ott jön a mezőny! Csimolaj, támad! Csimolaj, támad! De csak ennyit tudtunk vele. Érkezik a mezőny, gyerekek, érkezik a mezőny. És jön még egy fal, azt még be kéne. Itt jön az a fal. Ezt kell betámadni, Csimolaj! Ezt kell betámadni! Ennyi. Itt a vége a versenyünknek.
És itt van nagyon sok emberke. Ketten vannak az élen. Kudu és Bártá! Hoppá! Az meglepi nekem. És ennyi. Elfáradtak Csimonáék, és Lebon is elfáradt. Itt a vége. Itt a vége számunkra. Utolérik a mezőnyt. Illetve a mezőny utoléri őket. Itt a vége. Elfárasztottuk őket. Viszont így álljon meg a nászmenet. Viszont így itt vannak Godúék, aki szintén elfáradt, Eikling is elfáradt, úgyhogy innentől kezdve ennyi az egész. Úgyhogy ez itt akkor kimondom, hogy ennyi az egész. Úgyhogy innentől nézzük a tévét. Ez innentől ennyi az egész. Egy valaki van nagyon elől, azt kéne megnézni, hogy kicsoda ő. Kudu vezeti a versenyt, Talánszki, Bökmán, Bártá és Kataldó. Nagyon-nagyon szép létszám van itt, és aztán van itt egy újabb mezőny, viszont utolérték közben Kudút. És újabb egyesülés. Na nézzük ezt a bizonyos egyesülést. Kudu, Bökmán, Lengen. És utoléri a mezőny őket. És itt van a mezőnyben Lebon. Egyébként megjegyzem. De hát ez ennyi. Ez ennyi. Eddig bírta Lebon, ez elfáradt. Abszolút azt kell mondanom, hogy elfáradt ez a... És már le is szakadt. Abszolút-e. Abszolút-e itt a vége. 24-en vannak élen. És itt viszont benne vannak már a nagyon nagy emberek. Például Valverde, Cheryl, Rán, Bardé. Igen. Hát megpróbáltuk ezt a taktikát, nem sikerült, úgyhogy innentől kezdve tévé. A mezőny nagy klasszikusai itt vannak. És ugye még egyszer mondom, én nekem ugye az volt eleve a tervem, hogy Lechenbach ne vegyen részt a versenybe, összedje a kilométereket. Na jön a legnehezebb hegyecske. Nagyon szépen néz ki. Hát igen, innentől kezdve tényleg azt tudom mondani, hogy figyeljük. Figyeljük a meccset. Oho, támadás, támadás az élen. Ruzá. Itt van még Valverde, aki nagyon esélyes. Kovalászki is itt van. Kawasaki, bocsánat. Szép kis neved van. Ugye vége az adásnak, de ezt úgy fogjuk befejezni, hogy a szakaszunk is vége lesz. És jön még egy nagyon kemény hegyecske, a Côte de Saint-Nicolas. Beindult itt a támadás. Benedetti bukott a borából. Igen, 17 főssé csökkent a peloton. Tíz kilométer van már csak hátra. És mindjárt megkezdik az utolsó hegyet, itt van. Azért nagyon durván megy a verseny, és megkezdődik mindjárt tényleg az utolsó hegyecske. Ez az. Na jöjjön akkor a Côte de Saint-Nicolas, ami eldöntheti a versenyt. Egyértelműen eldöntheti itt ez a versenyt, és Valverde megindul! Rá Valverde, Valverde megindul, Valverde megindul! Ő volt a legnagyobb esélyes ennek a versenynek egyértelműen. Márton, Honoré, Bardet, azt a mindenit, Ulissi! Azt a mindenit! Közben nekem kéne menni italért. Hátul gondoskodnom kell, de én inkább mennék nézni a főversenyt, mert az mindjárt véget ér.
És Valverde veszi át a vezetést, és ott a vége az utolsó kilométernek. Kíváncsi vagyok, hogy ki fogja ezt befejezni. Kovácsi is ott van. Ott vannak most már a nagyon komoly emberek. Gilbám is ott van. Bárdi is itt van. Nagyon komolyan összeépítették a csapatok ezt a versenyt. És ez bizony már is városa. Ott a vége, Valverde! Valverde egyértelmű, Kovácsi, Gilbert, Buddy, Ulissi, Márton, Honoré a sorrend. És akkor innentől kezdve nézzük a hátmezőnyt. Hát az a baj, elfogyott a kulacs Reichenbachnak. De más sem tud kapni már kulacsot, úgyhogy ez itt a vége. De márnak biztos vagyok benne, hogy ott az volt a hiba, hogy elfogyott a kulacs. Egy újabb. Van most már a top 20. És most érkezik be Godó, az első mi versenyzőnk. Eiking is megérkezett. 44. Godó, az nem olyan rossz. Le Bon is mindjárt érkezik. Há. Esélytelen, hogy sprinteljünk. Esetleg Reichenbachnak tudok mondani sprintet, de ez már nagyon későn érkezett. 83. Majd Molártnak tudok még sprintet üzenni, és meg is ejtem. Morábító itt maradt. Neki is mondjuk vízi problémája van. Hát egy picit előrébb tudta magát hozni Molár 128. Dömár után, és Morábító lett a 129. Úgyhogy mi részünkről lezártuk ezt a versenyt. Izgalmas volt a Liège-Bastogne-Liège, de a favorit nyert. Még nagyon sokan vannak. Nagyon sokan vannak még. Diketele, illetve Kréder az, akik másszák itt a falat. Őket kell még megvárni. De nagyon lassan, de valami baromi lassan csinálják ezt a dolgot. Gyökkettővel. Mi lenne, hogy átugranánk? Az a baj, nem tudom. Úgyhogy akkor kénytelen vagyok ezt megvárni. Úgyhogy lehet, hogy ez most egy kicsit hosszabbított adás lesz. Ott van az ötös tábla. Hát igen, már csak ő maradt. Na, most egy kicsit be tud indulni. De az a baj, még itt nem van, még egy kicsi. Abszolút látszik, hogy fáradt. Ott az utolsó kilométeres tábla, és ez még emelkedik. Úgyhogy itt is még gyökkettővel fog menni. Úgyhogy, hát igazából a top 50-es helyezés az összejött, ebből jobb is kinézhetett volna, csak megint az történt, hogy túl hamar használtuk el az energiáinkat, pedig ott most volt egy lehetőség, amiben azt mondom, hogy talán lehetett támadni. És én azt gondolom, hogy emiatt nem is hibáztatnám magamat, ott lehetett támadni, tehát én azt gondolom, hogy azt be lehetett támadni. Na és akkor beérkezett az utolsó versenyző is. És az az érdekes, hogy mindenki limit időn belül. Még van valaki kint? Nem áll. Nem, mindenki megvan már. Ott megy be. Diketele az, akit még meg kellett várni, hogy eltűnjön. Na!
Itt van a vége. Gyönyörű, gyönyörű versenyzés volt. Ez Valverdétől, és abszolút hozta a papírformát. Valverdé, tehát a győzelem, Kowalski lett a második, és Gilbám a harmadik helyen. Nekünk egy top 50-es, vagy két top 50-es helyezés lett. A csapat győztes a Sky lett, egyértelműen. Hát itt viszont egy top 10-es eredmény sem ért el a csapatunk, azért ez durva lett. És akkor már csak a reszult, tehát illetve az újság dominálta az Ardenneki versenyt. És akkor itt a végeredmény. Úgyhogy innen folytatjuk, és akkor már viszont szerintem belevágunk egy több napos versenybe, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!